Most egy olyan előadót fogtok hallani, aki nagyjából egy éve van a DXM-ben, Mohácsról érkezett, belgyógyász, diabetológus, azaz cukorbetegekkel foglalkozik. Én sem voltam ilyen okos magamtól, megkérdeztem, hogy mit jelent az, hogy diabetológus. Biorezonanciával is foglalkozik, és hát ő maga is az egészségügyi oldalról került bele a DXM rendszerébe, mert nagyon sok kávét ivott, és nagyon fájt a gyomra, és egyéb problémái voltak vele, és gyógyszereket is kellett erre szednie. Aztán találkozott a szponzorával, aki azt mondta neki, hogy tessék itt ez a kávé. Á, nem. De hát próbált ki legalább. Na hát a kipróbálásból az lett, hogy úgy tudom, hogy most már terápiáson is használja ő is a DXN termékeit, tehát nem csak saját maga fogyasztja, hanem a hozzáforduló egészségügyi problémával rendelkezők is az ő utasításai alapján jobbulásban részesülnek, hogy ilyen szép magyartalanul fejezzem ki magamat. Tehát fogadjátok sok szeretettel dr. Szakács Piroskát, belgyógyász. Szeretettel köszöntelek titeket. Hát valóban így történt, hogy bekerültem a DXN csapatába, ha fogalmazhatok így. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a gyógynövényekkel már azért korábban is foglalkoztam, és a biorezonanciával már korábban is elkezdtem foglalkozni, mert a DXN-nel kapcsolatba léptem, és ezért gondolom, hogy azért kicsit rendhagyó vagyok általában az orvosokhoz képest, mert én a saját magam betegségeim kapcsán jöttem rá arra, hogy nem elég az európai orvoslással foglalkozni, hanem az a tökéletes valahol, hogyha az európai orvoslást kombinálom természetes gyógymódokkal. Úgy gondolom, hogy a végleges gyógyulás vagy a megelőzésnek, és ami igazából fontos lenne, az lenne a szerepe, hogy a gyógyhatású készítményeket és az európai orvoslást az ember kombinálja, és akkor talán végleges gyógyulással is számolhat. Ez egy valahol egy kicsit rendhagyó, hogyha az orvosokat és az európai orvosokat kérdezitek, ez a gondolkodás. Kevesen vagyunk, de én úgy hiszek ebben, és továbbra is úgy gondolom, hogy az a szerencsés orvos és gyógyító, aki az utcán találkozik a betegeivel, és csak integetnek neki, hogy köszönöm doktornő, jól vagyok. Nekem ez a hitvallásom. Hogy miért is kezdtem el ezzel foglalkozni, a gyógynövényekkel, azt azért elmondanám bevezetéssel, mert gyakorlatilag akkor, amikor a cukorbetegekkel elkezdtem foglalkozni, akkor 99-ben volt 60 betegem, jelen pillanatban pedig 4000 cukorbeteg, és ez nem azért van, mert kiírtam reklámba, hogy hát én cukorbetegeket szeretnék gondozni, és ilyen nagy számban, hanem valóban ilyen nagy számban növekedik a betegeknek a száma, és súlyosbodnak a betegek. És ma már elég nagy kutatások folynak az európai orvoslás részéről is, hogy és igazoljuk, hogy lehet, hogy a cukorbetegség megelőzhető lehetne. Ugye kitalálták már egy páran okosan, hogy a bélflóra helyreállításával. Ilyen egyszerű lenne a történet. Akár a fogyás is a bélflóra helyreállításával többek között megindítható lenne, és nem lenne ennyi túlsúlyos. Tehát azért már az európai orvoslás is kezd ez irányba kutatni, amivel ugye a keleti gyógyászat már ugye régen eljutott, csak hát ezt kevésbé fogadják el az európai orvosok nagy része. Tehát én igazából így kerültem bele a gondolkodásomba egyik oldalról a természetes gyógymódokba, a másik oldalról pedig volt egy nagyon súlyos betegségem, egy súlyos bélgyulladás, ami azt eredményezte, hogy steroidot kellett alkalmazni. Ez a steroid gyakorlatilag ilyen 110-120 kilósra növelte a testsúlyomat, amit nőként nehezen tudtam elfogadni, és a kollégák közölték, hogy hát akkor ezzel együtt kell innentől kezdve élni, amit nem szívesen fogadtam el. És hát én is ugye próbáltam bármiféle alternatív gyógymódokkal felé menni, mert mindent kipróbál az ember, ha beteg, és én is, és ekkor találkoztam a biorezonanciával és az akkori természet, azzal foglalkozó természetgyógyász kolléganővel, aki azt mondta, hogy hát ebből lazán meg lehet gyógyulni, és hogy hát én most miért aggódok én ezen. Hát én ugye nem hittem neki, de mivel annyira el voltam keseredve, és annyira beteg voltam, ezért úgy gondoltam, hogy hát ezt is kipróbálom, most már vesztenivalóm nincsen, és csodák csodájára egy év múlva mindenféle gyógyszert el tudtam hagyni, és azóta se szedek semmilyen gyógyszert.
Természetesen azért nem teljesen voltam mindig tünetmentes, és ezért kerestem más gyógymódokat is, és ezért érdekel mindig más gyógynövényes kezelés, természetgyógyászati kezelés, hogy megtaláljam azt a helyes utat, amivel véglegesen gyógyulhat az ember. És hát meg lehet találni, és megtaláljuk. Tehát röviden ennyit magamról, hogy mi is foglalkozom orvosként gyógynövényekkel, gyógygombákkal. És én ezért nagyon örülök, és végül is nagyon hálás vagyok annak a szponzoromnak, aki megmutatta a kávét, mert ugye a napi 5 kávé fogyasztása után eléggé rosszul voltam, vénás injekció kezelés, gyógyszerek, stb., ami hát nem biztos, hogy jó dolog. És hát 2014. januárjában végül is az, majdhogy nem odaadta, finoman kifejezve a kávét, hogy próbáljam ki. És hát nagyon nagy élmény volt az, hogy nem kellett gyógyszert szedni. És jól voltam, és nem volt savas felbőfögés, és nem volt semmi, egyszer meggyógyultam a kávé fogyasztásából. És akkor innentől kezdve kezdtem el foglalkozni egyáltalán a gyógygombákkal, és olvastam utána a gyógygombáknak a hatásmechanizmusába, hogy a mik hatnak, és mi az, ami szerencsés. És hát ezért gondoltam, hogy természetesen nem a teljesség, és a teljességet nem lehet felsorolni és elmondani, de egy-két dolgot azért próbáltam kiemelni a fontosságát a gyógygombáknak. Nekem a spirulina egyik kedvenc készítményem volt, és a DX-en spirulina vált a legkedvesebbé. Több cégnek a spirulináját kipróbáltam, minek után fordultam, és próbáltam meg ezek után, ugye a kávé fogyasztása után ezt a spirulinát is, hiszen a spirulina, mivel ugye én ugye cukorbetegekkel foglalkozom, és a cukorbetegeknek a 90%-a túlsúlyos, nagyon fontos készítmény meggyőződésem szerint a testsúly csökkentésében és a cukorbetegek kezelésénél. Tehát én akinél lehet, nem vagyok jó, és ez jó lesz. Jó. Tehát, biztos? Jó. Most szól? Jó. Szóval a spirulina ugye a túlsúlyosoknál egy nagyon fontos készítmény meggyőződésem szerint, mert túl azon, hogy az oxigén ellátását javítja a sejteknek, és a sejtek újdonképződését segíti elő, nagyon fontos szerepe van a méregtelenítésben is. Hát itt nagyjából felsoroltam, csak végül is egy-két dolgot emelnék ki ugye a túlsúlynál, a krómnak a szerepét, amiről kevesen tudnak, de igazából egy borzasztóan fontos dolog. Ugye mindenki a boldogság hormonra, ugye az édességekre vágyik, és ilyen egyszerű dolog, mint a krómhiány, nagyon nagy szerepe van a túlsúlynak a létrejöttében, és gyakorlatilag ezáltal az inzulin terhelésének a növekedésében is. De ugye nagyon sok a rákos beteg is, és gyakorlatilag a szelén tartalma is kiemelendő, és hát nem utolsó sorban a többi történet is. De ami a nagyon fontos, hogy a bélflóra normalizálódásában is nagyon nagy szerepe van. Gyakorlatilag az egész anyagcserének a normalizását is segíti elő, de a vírusfertőzéseknek a csökkentésében és általában a krónikus gyulladásoknak a csökkentésében is nagyon nagy szerepet játszik. A cukorbetegeknél tudni kell, és az összes túlsúlyos betegeknél tudni kell, ugye ezt mi az európai orvoslásban a CRP-nek a vizsgálatával szoktuk nézni, hogy gyakorlatilag egy krónikus gyulladás maga, a krónikus gyulladásnak van szerepe, és gyakorlatilag ennek a krónikus gyulladásnak a csökkentésében a spirulinának nagyon fontos szerepe van. A másik fontos dolog, úgyhogy ami a gyógyszerek szedésénél és a készítmények szedésénél én minden betegnek el szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig szedünk egy készítményt.
A túlsúly sem, a betegség sem egy hónap alatt alakul ki. Mindenki azt várja, hogy beszedek egy tablettát, szedek egy-két hónapig maximum, és akkor onnantól kezdve meggyógyulunk. Hát ez egy nagy tévhit. Ez az, amit nagyon nehéz az emberek gondolkodásában átalakítani, és azt mondani, hogy gyakorlatilag minimum egy-két hónap, én most itt 8 hetet írtam föl, de legalább 8 hét szükséges ahhoz, hogy gyakorlatilag akár a vércukorszint el tudjon mozdulni, vagy akár el tudjanak indulni a méregtelenítő folyamatok. Tehát azért tetszett a cégnek a gondolkodása, mert a készítményeknél egy normális, elfogadható árat hozott létre, amivel lehetővé teszi az egyszerű emberek számára is azt, hogy hosszabb távon, tehát magyarán gyógyszeráron gyógyhatású készítményeket tudjon vásárolni. De én ugyanúgy el szoktam mondani a betegeknek, hogy ez ugyanúgy, mint a gyógyszerek, minimum 2-3 hónap, fél év terápia az, ami szükségeltetik ahhoz, hogy megfelelő eredményt el tudjunk érni tartósan. Mert átmenetileg nagyon jó közérzetünk lehet, mert ugye spirulina szedését, hogyha elkezdtük, és utána átmenetileg kihagyunk, úgymond, hogy spóroljunk, tabletták szedését tekintve, rájövünk gyorsan, hogyha szükségünk van rá, mert igenis egészen más akár a fittségünk spirulina szedése mellett. De ez hosszú távon minimum 3-4 hónap, fél év az, amikor egy megfelelő tartós hatást tudunk elérni. Csak úgy, mint a fogyásnál, csak úgy, mint a bőr folyamatoknak a gyógyulásánál, hasonlóan hosszabb távú kezelés szükségeltetik. Minden túlsúlyos embernél, és most már úgy gondolom, hogy nem csak túlsúlyos embernél, hanem sajnos a társadalomban a méregtelenítésnek van nagy szerepe, és én ezért úgy gondolom, hogy a spirulinának így egy alaptablettának kéne lennie a kezelésünknél. Hiszen sokkal több méreganyag kerül be a szervezetünkbe, még akkor is, hogyha odafigyelünk az étkezésünkre, mint amennyit méregtelenítünk, hiszen nagyon kevés ember teszi azt meg, hogy napi 1 órát legalább mozog, vagy 30 percet legalább mozog, amivel méregteleníteni tudna. Külön meggyőző dolog az a része, ugye, hogy a sportolók azok központi szerepet játszanak, és figyelem központjában vannak a társadalom szempontjából is, és hát ma már azért a dopping vizsgálatok egyre nagyobb számban kerülnek előtérbe ott, ahol valaki versenysporttal foglalkozik. Ezért nagyon fontos az, hogy egy nagy tisztaságú készítményekkel tudunk alkalmazni. A sportolóknál gyakorlatilag ugye a spirulina az, ami ugye lugosítani tud, ugye az oxigén hasznosítását segíti elő. Volt olyan gyerek, aki elkezdte szedni, aki gyakorlatilag csak kajakozott, idézőjelben, de borzasztó boldog volt, hogy 6-7 spirulina szedése után az egész csapatot meg tudta verni. Pedig ugyanazt a terhelést, ugyanazt az edzéssémát követte, mint a többiek. De ugye sokan cukkolták, hogy egy eléggé vékony testalkatú gyermek volt, és hogy ő sohasem fogja tudni megnyerni megverni a többieket, és ez 6 hét után ő állítja, hogy a spirulinának köszönhető. És igazából semmi más készítményt nem szedett. De a cordycepsnek például nagyon nagy szerepe van az izomláznak a leküzdésében, az ergének a lugosításban, ugye GL-nek a sejtépítésnél nagyon nagy szerepe van. Minden készítményre és minden gyógyhatású készítményre igaz az, hogy nagyon sok vizet kell fogyasztani. Ugye itt kiemeltem a méregtelenítő szerepét a készítménynek, a spirulinának is, de az összes készítményre igaz az, és azt fontosnak tartom mindig elmondani, hogy 25 esőkilogrammonként 1 liter víz fogyasztása az alap kell, hogy legyen.
ahhoz, hogy megfelelő méregtelenítő funkciót tudjunk végezni. Erre jön a teja, kávé, alkohol. Természetesen az alkoholt fogyasztunk, az plusz két pohár vízzel kell pótolnunk. Tehát azért a 25 esőkilogram kilogram az körülbelül úgy igaz, hogyha csak vizet iszunk. Tehát nagyon fontos a vízfogyasztása, mert különben a méregtelenítés az gyakorlatilag nem tud beindulni, és ekkor jöhetnek azok a panaszok, hogy fáj a fejem, szédülök, gyenge vagyok, ami igazából úgy gondolom, hogy mindig azt blokkolja, hogy gyakorlatilag valaki nem ivott elég folyadékot, és egy vízdeficit van a háttérben. Vagy vannak olyan egyéni érzékenységek is, akik sokkal érzékenyebben reagálnak a gyógyhatású készítményeknek a fogyasztására. Én nem olyan régen közeli kolléganőm döbbentett meg, hogy egy tabletta GL beszedése után szédülések jelentkeztek. Tehát minden másnap kezdetben csak minden másnap tudott GL készítményt szedni, mert annyira érzékenyen reagált. Tehát ilyenkor én úgy gondolom, hogy sokan megijednek, hogy jaj, rossz a készítmény, vagy rossz, vagy valami probléma lehet. Óvaintek mindenkit erről, mert gyakorlatilag inkább a lassú kezdés tartom fontosnak, hogy egy tablettával próbáljuk meg két-három napig, hogyha nincsen semmi mellékhatás, akkor szép lassan lehet emelni, és akkor el lehet jutni mindig a terápiás szintre, amit éppen javaslunk egy adott betegnél. Ugye itt mindenki ismeri a GL készítményt, én csak így egy pár dolgot összeszedtem róla, ugye egy fiatal védőgomba, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez talán a nőknek a készítménye. Ugye egy erőlétet ad, sejtfalvédelmet ad, és itt emeltem ki, hogy egyszer egyel kezdeni, majd két hétig kétszer egyet, és én utána szoktam megemelni kétszer kettőre a tablettának a szedését. Én ezt inkább reggel szoktam javasolni. Az RG az ugye az öreg tisztító gomba, amit én inkább este szoktam javasolni. Gyakorlatilag ennek a szedésekor gyakorlatilag kezdetben felerősödhetnek a tünetek. Ez körülbelül egy-két hétig jelentkezhet, de utána viszont akkor, amikor a konszolidálódik a helyzet, akkor a tesőcsökkenés jelentősen el fog indulni. Ilyenkor az első egy-két hétben nagyon inkább megemelt vízfogyasztást szoktam javasolni, akár 3-4 literig is, hogy emeljék meg a víznek a fogyasztását. Természetesen a nem szénsavas víznek a fogyasztására gondolok. Az RG-nek nagyon nagy szerepe van a koleszterin szint csökkentésében is, és nagyon meglepődnek a kollégák, amikor ugye a betegek mondják, hogy hát a betegeim nem szednek koleszterin csökkentő készítményt. Én igazából nagyon ellene vagyok már régóta, mert minden koleszterin szint csökkentőről tudni kell azt, hogy májkárosító. Kicsit jobban, kevésbé, de májkárosító hatása van. És ugyan lehet, hogy a koleszterin szint mondjuk 1 millimollal csökken, de a májkárosító hatása azért ma már sajnos igazolt köztudattan nagy betegszámon is, hogy nem kicsi. Ezért, hogyha a koleszterin szint csökkentés jön szóba, és magas a koleszterin szint, én mindig azt szoktam mondani, hogy májméregtelenítés, és akkor talán RG, de mindenféleképpen méregtelenítő funkcióknak a bevezetése az, ami fontos lenne. Hát persze ezt vagy valaki elfogadja, vagy nem. A Cordyceps, én úgy szoktam hívni, hogy ez a gyulladás csökkentő készítmény, amivel gyakorlatilag mindenféle sebgyógyulást, mindenféle gyulladást csökkenteni lehet. Ugye mind a baktériumokat, mind a vírusokat, akár nagy lökésterápiával is lehet a gyulladásokat csökkenteni. Nagyon nagy sikerélményem volt, amikor autoimmun betegeknél, cukorbeteg autoimmun betegnél Cordycepset alkalmaztam, és hát ma már ezért keresnek sokan, mert nagyon nagy jelentőségű az, amikor egy cukorbeteg nem tud már mozogni, és ismét el tud kezdeni sétálni, bevásárolni, cipekedni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó készítmény áll rendelkezésünkre.
a Cordyceps segítségével. Tehát mind a csontoknál, mind a gerincnél, gerincizületeknél a gyulladás csökkentő hatása az kifejezett. Az oroszlán gomba, ugye az a gomba, és azért ami megmutatja, hogy miért cukorbeteg valaki, így is fogalmazhatnánk, mert ugye cukorbetegeknél jól alkalmazható készítmény, inzulinos cukorbetegeknél is. Ami nagyon fontos, hogy tartós szedése mellett az inzulin dózis jelentősen csökkenthető. Van olyan cukorbetegem, aki a Cordyceps és az oroszlán gomba fogyasztásával együtt 40%-kal csökkenteni lehetett az inzulin dózisát. Ez azért nagyon fontos, mert aki egy kicsit otthon van ezekben a dolgokban, az tudja, hogy van egy olyan határ, amikor a betegeket, az obez elhízott cukorbetegeket már nem lehet másra kezelni, mint inzulin. Az inzulin kezelés viszont egyértelműen túlsúlyahoz vezet, ha tetszik, ha nem. És hát általában ez egy 5-10 kiló, még annál a betegnél is, aki odafigyel a diétára. Tehát jelen pillanatban Magyarországon nem alkalmazható készítmények inzulin mellé, amik a testsúlyt csökkentenék. Ezzel a készítménnyel viszont lehet az inzulin dózis csökkenteni, és ugye inzulin dózis nagyságában emelkedik a testsúly is. Tehát ezért egy külön szerepe van, hogy minimum tartja a beteg a súlyát, de csökkenhet is a jó diéta, helyes diéta mellett egy inzulinos cukorbetegnek a testsúlya. És én úgy gondolom, hogy ennek egy nagyon nagy jelentősége van, főleg akkor, hogyha abba gondolunk bele, hogy maga a túlsúly az a daganatos betegségnek az előszobájának tartjuk ma nyilván. Tehát ezért kell úgymond az ideális testsúlyra törekedni, hogy hát ha lehet, akkor ne legyünk daganatosak. Ennek a gombának azért még szerepe van ugye a tumorellenes citotoxicitásban is, ugye bélbetegségek esetén is sikerrel alkalmazható. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy én ezzel a gombával értem azt el, hogy gombafogyasztásával, hogy életemben először formált volt a székletem 15 év után, és ez egy nagyon nagy dolog, én úgy gondolom. Tehát bélgyulladások esetén a bélnyálkahártyáját felépíteti úgy, hogy egy idő után, tehát most én azt mondom, hogy fél év után jutottam el én oda, hogy egy formált székletem lehetett. Ez az, aki ezer évek óta küzdik, ez nem egy kis dolog. Tehát bélbetegségek esetén is lehet alkalmazni. De nem egyből 4x egy tabletta, ami a maximális dózisa, hanem ezt is úgy, hogy egyel kezdve, és tehát gyulladás esetén egy tablettával kezdve, és utána szép fokozatosan lehet csak emelni. Idegrendszeri kórképekben is, zsibbadásoknál, végtagzsibbadásoknál, remegéseknél is lehet alkalmazni. Itt is tartós szedésére hívnám fel a figyelmet, tehát itt sem az van, hogy egy hónap után meg fog szűnni a remegés, a zsibbadás. Tehát itt is arról van szó, hogy legalább egy fél év kezelésre szükség van, de nagyon jó látni az idősebb hölgyeket, mert érdekes módon több hölgy betegen volt, akinek minimális ilyen végtag tremora jelentkezett, végtag remegése jelentkezett, tehát kellemetlen volt merni a levest a családnak, és egy fél év után, hogy képzelj el, hogy ki tudta merni a levest, és ez egy nagyon nagy élmény egy idősebb beteg esetén, úgyhogy bátran lehet alkalmazni, és én tudok biztatni embereket, hogy próbálják meg. Ugye itt összességében az alapkezeléseket próbáltam összeszedni, amiben úgy én alkalmaztam, sikerrel, úgy gondolom. Alapkezelésnek tartom ugye a kávét, a spirulinát, a GL-t, mint sejtépítést.
Én ezzel kezdek, hogyha kezdem a gyógykezeléseket, és második sorba, hogyha ezeket a betegek tudják alkalmazni, nincs mellékhatás, második körbe kezdek el az ergékészítmény szedését, vagy adását sok esetben. Én itt ugye a hasnyálmiri gyulladásra hívnám mondjuk föl a figyelmet, ami egy elég csúnya kórkép. Nem az akut fázisban alkalmaztam én, hanem ugye amikor a hasnyálmirigy gyulladás lezajlott, és a kórházból távozott a beteg. Ami nagyon fontos, hogy volt lehetőségem bemérni, mert kíváncsi voltam, hogy az inzulin szintje hogyan alakul egy ilyen betegnek, mert ugye a hasnyálmirigy gyulladás után általában a hasnyálmirigy inzulin termelése ugye blokkolódik, vagy hát pusztul, és megdöbbentő dolog az, hogy például a szérum inzulin szint a gombák fogyasztása utára fél évre elkezd emelkedni. És ezt én nem gondoltam volna, mondjuk én erre kíváncsi voltam egy-két betegnél, aki hajlandó volt terápiá oroszlánsövény gombát és gélt szedni, és meglepő volt az, hogy gyakorlatilag ugye 4 és 17 között mozog a szérum inzulin szintje, és mondjuk egy hasnyálmirigy gyulladás után volt egy 7-es érték, ami fél év után 18-19-re ment föl. Ez egy nagyon nagy dolog, mert ugye általában a hasnyálmirigy gyulladás után fél egy évvel cukorbetegség alakul ki, és általában inzulinos cukorbetegség. Tehát ez arra gondolnám, hogy a megelőzés itt kezdődik, hogy valaki ne legyen inzulinos cukorbeteg. Tehát lehetne alkalmazni oroszlánsövényi gombát és gélt a cukorbetegség, hogy ne tudjon kialakulni. Ugye vérnyomás csökke, sok a hipertóniás beteg is, ugye RG és GL adása mellett, hogyha tartósan adjuk, akkor jelentősen csökkenthető a vérnyomás csökkentőknek a tablettáknak a dózisa, és hát fél, körülbelül 50%-kal vagy negyedére csökkenthető a gyógyszer szedése, a gyógyszereknek a szedése, úgy, hogy egy egyenletes vérnyomás jön létre, ami én úgy gondolom azért fontos, mert igazából az agyvérzéseknek a nagy százaléka ugye hajnalban történik, és azért történik, mert a vérnyomás ingadozik. Annak van nagy szerepe, én úgy gondolom, a gyógynövények fogyasztásánál, hogy egy egyenletes vérnyomás szintet tudjunk létrehozni, tehát ne az ingadozások legyenek. Ugyanígy a cukorbetegségnél is úgy gondolom nem csak az inzulin termelésnek ben van szerepe, hanem annak is, hogy egy egyenletes vércukor szintet tudjunk létrehozni a gombák szedése mellett, mert a szövődmények, és ez a legfontosabb, a szövődmények a cukorbetegség is akkor jönnek, hogyha a vércukor szint ingadozik. Tehát én azt tudom létrehozni csak a gombák szedése mellett, hogy egy egyenletes vércukor szintet, egy egyenletes vérnyomást hozok létre, akkor gyakorlatilag a kardiovaszkuláris szövődményeket meg tudom előzni. És hát itt még egy-két kezelés, ami úgy gondolom, hogy napjaink betegsége, például az allergia, ami gyakorlatilag szintén egy hosszú távú kezelés mellett lehetne csökkenteni, vagy meg lehetne szüntetni az allergiás reakciókat. Bátran kellene alkalmaznunk, jó lenne, hogyha a kollégák is ezt tudnák, mondjuk. De ugye a prosztata is a férfiaknál egy komoly betegség, 50 év felett, a petefészek betegségek és a méhvédelem, ez gyakorlatilag egy nagyon fontos dolog. Én úgy gondolom, hogy 50 év felett a nőknek, hogyha nem szeretnék, hogy a petefészekön komoly betegség lenne, akkor talán ez egy szerencsés készítmény lenne, hogyha szednénk, hogy úgy éljük meg az idősebb kort, mint 30 évesen, és azért ez nem mindegy lenne. Gyakran visszatérő betegség ugye a nőknél a hólyaghurut, akkor az RG és a kordicep szedése kiemelendő. Azért kiemelendő, mert RG és kordicep szedése mellett megszűnnek például a cukorbetegség mellett a visszatérő hólyaghurutok, amik nagyon fontos dolog, én úgy gondolom, aki ilyen betegségben szenved.
Hát én így gondoltam én elmondani a saját tapasztalataimról, de hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, nagyon szívesen válaszolok. Szépen. Egy olyan kérdésem lenne, hogy ezeket a termékeket mikor fogyasszuk? Étkezés előtt mennyivel? Ilyesmi, erre lennék kíváncsi. Én ezen termékeket én mindig étkezés előtt szoktam javasolni, illetve lefekvéskor. Én úgy gondolom, hogy a gyógynövény készítményeknek a szedése és a hatása erőteljesebb akkor, hogyha így gyomorra juttatjuk be. És mindig egy nagy pohár vízzel, de ha még egy plusz, az se baj. Így szoktam fogalmazni, és utána jöhet minden. Tehát ha kinyitjuk a szemünket, akkor gyakorlatilag GL tablettával kezdünk, és spirulinával, egy nagy pohár víz, és még egy nagy pohár víz, és akkor utána már jöhet a kávé, és a többi. Én nagyon sokáig, mert arra voltam hajlamos, hogy mindent egyszerre megittam, ami nagyon helytelen volt, én úgy gondolom. Tehát gyakorlatilag egy fél óra különbséget szoktam hagyni a kávé fogyasztása és a spirulina és GL tabletta szedések között. Ugyanígy, ami úgy látom, hogy nem egyszerű, vagy úgy hallom, hogy nem egyszerű, hogy este lefekvéskor bevenni a készítményeket, az is én úgy gondolom, hogy szerencsésebb, de ott is az a fontos, hogy ne tedd gyomorral, mert ugye van, aki este 8-kor, 9-kor vacsorázik, és akkor 10-kor beveszi a készítményt, na most az még ugyanúgy a tel gyomorba kerül bele, tehát ugye ebben én azt feltételezem, hogy valaki 6-7 óra körül vacsorázik, és legkésőbb, és akkor 10-11-kor veszi be a készítményeket. Hát ezért mondtam, hogy este eszik, akkor éjfél. Hát nem jó szerencsés együtt az étellel bevinni szerintem ezen készítményeket, nem. Tehát este nem célszerű enni, most vacsorát, szóval azért most hagyd mondjam. Szóval azért a 6-7 óra után már nem lenne célszerű. Most ezért mondtam, de legalább egy 2 óra különbséggel a bevitt étel és a tabletták szedése között akkor fogalmazzunk így. Legalább 2 óra legyen meg. Jó, és akkor még az is célszerű, hogy akkor viszont előtte igyon egy pohár vizet még valaki. Tehát vacsorázott, 2 óra, egy pohár víz, és úgy a tabletta. Bocs. Tessék. Már megvolt. A sportolóknak ajánlott kezelésnél itt láttam, igen, a MyCovergy ívet, de igen, egy kicsit, hogyha arról egy picit bővebben beszélnék, engem nagyon érdekelne. Várjál, így vissza. Itt vagyok. Hát én meg kell, hogy mondjam, hogy nekem 2 betegem szedett még, és mindig együtt szedte a készítményeket. Tehát így külön hatásáról nem tudok nyilatkozni. Nehogy így. Tehát, szóval én most azt mondom neked, hogy én elírás volt, persze. Tehát azért mondom, hogy nem. Tehát azért mondom, hogy ezeket mindig együtt szedte így a készítményeket, és azért mondom, hogy most külön mire gondolsz, hogy ez elírás, jó. Szépről szép. Jó, semmi gond. Jó. Vagy. Persze, ívbe meg van, lefekszel, hanem. Jó. Oké. Okay. Persze, jó. Van még kérdésetek? Szeretne még valaki kérdezni? Köszi szépen. Szeretném megkérdezni, hogy a spirulinánál a túlsúlyosok pajzsmirigy probléma, a jód az nem kavar-e be? Nem kavar be. Abszolút nem kavar be. Köszönöm. Ez abszolút egy véleményem szerint egy tévhit. Azt tudni kell, hogy Magyarországon abszolút jódhiányos terület van, és tehát jódozott sót lenne kötve, régen jódozott sót alkalmaztak, de hát jódozott, ugye azt mondjuk, hogy ne sózzuk az ételt, minimális jód, tehát avval jóddal nem jutatunk be sót. Ugyanakkor akár a zöldségekkel, akár a gyümölcsökkel olyan kevés jód jut be a szervezetbe, hogy alapvetően jódhiányosak vagyunk. Tehát
Nagyon sok a pajzsmirigy beteg, és a pajzsmirigyek száma legalább olyan drámaian nő, és meggyőződésünk szerint a jód hiány miatt. Egyik oldalról, a másik oldalról pedig autoimmun gyulladások jönnek létre. Ezért a spirulinának, tehát én adtam olyan pajzsmirigy betegnek, ugyanúgy adom, mint a túlműködő pajzsmirigyeseknek, talán így fogalmaznék magyarul, mint akinek alulműködik a pajzsmirigye, és a hormon szintet a normál tartományba viszi. De egy véleményem szerint azért, mert a spiruljának egy összetett hatása van, mert egy gyulladás, steril gyulladás csökkentést hoz létre, tehát az autoimmun folyamatokat csökkenti, és helyesen tud beépülni a jód. A túlműködő betegek esetében is megszűnik a szapora szívverés, például a verejtékezés. Az alulműködő pajzsmirigybetegeknél pedig gyakorlatilag megindul a méregtelenítés, megindul a fogyás, megáll a hajhullás. Tehát, és pedig tudom, hogy az orvosi körökben ez így van, tehát ezt kell, hogy mondjuk, de a spirulinánál nem így működik. Tehát a spirulina egy más, tehát azért úgy gondolom, hogy tudomásul kell venni azt, hogy ezek gyógygombák máshogy hatnak, mint azok a hormon készítmények, amiket mi alkalmazunk az európai orvoslásnál. A másik, hogy olyan betegnek is adtam spirulinát, aki szedett gyógyszert, tehát metotirint, túlműködő volt a pajzsmirigye. Ott is folyamatosan lehetett csökkenteni a pajzsmirigy gyógyszert, és ugyanúgy adtam spirulinát alulműködőnek is, aki szedte a letroxot például, és aztnak a dózisát is folyamatosan lehetett csökkenteni. Ez azért fontos, mert igazából akit egyszer elkezdünk kezelni pajzsmirigy beteget, hormonokkal, azról az a tapasztalatom, nagyon nehéz leállni, és ez nagyon rossz annak az adott betegnek, mert hormon szintje ingadozik. Ha spirulinát adunk mellé, akkor gyakorlatilag ez a hormon ingadozás egyszer csak, ez az oszcilláció lecsökken. Hogy hogyan, nem ástam bele az apró sejtszintbe, hogy az ott hogy működik, de egy tény, hogy a betegek lényegesen jobban érzik magukat, és akkor azt mondom, hogy ez a lényege a dolognak, és az a lényege, hogy a hormon készítményeket tudom csökkenteni és elhagyni. Én legalábbis ennek vagyok a híve. Jó. Én azt szeretném megkérdezni, hogy amikor kisgyerekről van szó, tehát 5 és 13 éves kor között a cukorbetegségnél, mi az adagolása az oroszlánsörénynek és a GL-nek? Ugyanez, amit láttunk itt a monitoron, vagy kevesebbet kell? Hát azért mindig én testsúlyra gondolkodok, testsúlyba és korba, tehát egy 5 évesnek mindig a körülbelül 5-6 évesnél körülbelül egyharmad a felírt dózisnak az egyharmadában gondolkodnék. A 13 éves ugye az lehet ideális, tehát lehet 60 kilós súlyú, akkor már kaphatja a felnőtt adagot. Hogyha most az a 13-14 éves, mondjuk tegyük föl 40 kiló, mert ugye ilyen is lehet, akkor gyakorlatilag a felnőtt adagnak a kétharmadát. Körülbelül így kell gondolkodni a tabletták szedésénél szerintem. Tehát a test nem csak a kor számít, hanem a testsúly is számít értelemszerűen. Én egy kicsit a vérhigítóról szeretnék többet kérdezni. Ezt köszönöm, ezt a kérdést, igen. Tehát nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy már vérnyomás gyógyszer mellé is kapják a vérhigítót. Most ugye többször hallottuk, hogy a ganodermával is legyünk óvatosak. Tehát egy picit ezt járjuk körül. Igen. Köszönöm a kérdést, ez fontos dolog. Ugye alapkérdés az, hogyha valaki túlsúlyos, keveset mozog, általában ugye kardiovaszkuláris szövődménnyel rendelkezik, ezért az azt jelenti, hogy mindig vérhigító készítménye, aszpirin protektor egészítjük ki a kezelést magyarán, acetilszalicilos savval. Ami mindig azt mondja maga után, hogy gyomorvédő tablettát is kell adjunk a betegnek. Mert ugye akkor egy gyomorvérzést is indíthatunk el. Ez egy alap dolog, és akkor így nő a gyógyszereknek a száma. Tehát hogyha én úgy gondolom, hogy ha beteg hajlandó erre, a kollégák nem biztos, hogy örülnek, amit én most itt mondok, de igazából szerintem vagy
szedje a gyógygombát és a gyógyszereket, és ne szedjen aszpirint és gyomorgyógyszert, mert ezeknek a gombáknak van egy pici vérhigító hatása. Értelemszerűen, ha szinkumárt vagy varfarint szed, az egy más kérdést von maga után. Ott nagyon óvatosan szoktam elkezdeni a gyógygombáknak az alkalmazását. Minimum, tehát azért egyesével kezdem el, és utána egy hónap ugye nekem van lehetőségem arra, hogy megnézem a higultsági állapotot, de körülbelül úgy jön ki, hogy a varfarint is csökkenteni kell, a szinkumárt is csökkenteni kell, körülbelül olyan 20%-kal, de az aspirin proteknek a hatása szerintem abszolút kivéthető gyógygombákkal. Tehát, hogyha valaki szed, tehát én automatikusan azon cukorbetegémnek adom a gyógygombát, nem adok aspirint és nem adok gyomorgyógyszert. Tehát akkor innentől kezdve már két gyógyszert megspóroltunk, és mégis méregtelenítettünk. De célszerű, tehát ezért alacsony dózissal kezdeni, és utána egy hónap múlva azért az INR szintet megnézni, hogy a varfarint hogyan befolyásolja. De azért ebbe is van egyéni, mert ugye függ attól, hogy mit eszik meg mellette a beteg. Mennyi zöldséget eszik, mennyi gyümölcsöt eszik, mennyi zöld zöldséget eszik. Tehát azért itt sok minden befolyásolja. De úgy gondolom, hogy jogtalan az a félsz, hogy most adjuk, ne adjuk ezért. Tehát többet veszít szerintem a beteg összességében. Elnézést, egy kicsit lemaradtam, hogy visszakanyarodnánk gyulladt pajzsmirigy esetén, mondjuk 39 éves hölgy, 58 kiló, hogy ebben az esetben mit tudnák konkrétan, hogy spirulina, esetleg cordyceps, tehát hogy egy komplexitásba. Én mind a kettőt adnám néki, és őt a GL-lel, mert az fontos, hogy ugye gyulladást csökkentse cordyceps-szel, adnám neki a spirulinát, és a GL-lel meg sejtépítés van. Tehát ugye minden autoimmun folyamatnál GL-készítményt célszerű adni, sejtépítést végezni. Ugye gyulladást kéne csökkentse cordyceps-szel, és hát a spirulinát adnám mellé alapvetően, tehát mindhármat adnám. És hát gyakorlatilag az antitesteknek a szintjét körülbelül fél év múlva szoktuk megnézni az ilyen betegeknél, és fél év után azért volt olyan beteg, akinek felére csökkent az antitest szintje. Tehát nem gyógyult még meg, de felére csökkent az antitest szintje. Tehát ezért jó irány, én úgy gondolom, hosszú távon. Tehát nyer a beteg. Ugye, mert az autoimmun tiroiditiszeknél az a probléma, hogy kimerül a pajzsmirigy egy idő után, és kihal a pajzsmirigy, és ezt tudnánk megelőzni talán vele, ez az én elképzelésem. Van egy barátnőm, aki pánikbeteg, és ez abban nyilvánul meg, hogy a vérnyomása az normális, viszont a pulzus száma nagyon nagy, tehát 130-150 is. Most vérnyomás csökkentésről beszéltünk, de a pulzus szám csökkentést, azt mivel tudjuk esetleg elérni? Hát a pánikbetegségét kellene meggyógyítanunk, ugye? Én ebben az esetben csak oroszlánsövény gombát adnék néki. Lehet, hogy cordyceps-szel kiegészíteném, de inkább az oroszlán sövény gombát inkább fokozatosan extrém dózisra emelném. Tehát volt olyan pánikbeteg, akinek 3x4 oroszlán sövény gombát adtam, viszont megszűnt a szapor a szívverés, és köszönjük, jól van. De hát ez folyamatosan, tehát én úgy gondolom, hogy ez mindig folyamatos párbeszédet igényel a betegnek a tüneteinek a visszajelzése mellett. Viszont úgy tűnik, hogy tartósan megszűnt, és a pszichia stabilizálódott. Lehet, hogy a B-vitamin tartalom miatt, amikor a pulzusa ment be, azt azért hozzáteszem, akkor spirulinát elkezdtem adni neki, mikor 80 körül volt a pulzusa, ugye, hogy a B-vitamin is épüljön be a szervezetébe. És hát ezért valószínű, hogy ez ezért is volt azért hosszabb távon sikeres. A magasabb pulzus számnál, pánikbetegnél nem mertem ráadni mást, amikor komoly pánikbetegség volt, tehát verejtékezéssel, izzadással, szuicid gondolatokkal. Azt szeretném kérdezni, hogy laktózérzékeny lettem, nagyon sok gyógyszert kellett tennem vérnyomás emelkedés miatt, ami ugrál.
a plusz gyógyszerek mellé, és hogy az oroszlánsörénnyel mink is gondolkoztunk, csak hogy abba, ha jól emlékszem, van laktóz, hogy akkor most mi lehetne a teendő? Én úgy gondolom, hogy tehát én most azt gondoltam végig, hogy én adtam laktózérzékenynek oroszlánsövény gombát. Volt hígabb székletürítése is, de adtam mellé spirulinát is. Adtam mellé GL-t is, és körülbelül 3 hónap múlva a laktózérzékenysége csökkent. Tudnilik, a szerzett laktózérzékenység az hosszú távon gyógyítható lehet, ha laktózmentes diétát végez valaki, és mellette kezelem. Tehát ha laktózmentes diétát fél egy évig tartja valaki szigorúan, plusz adok neki gombakezelést, akkor lehet, hogy egy év múlva nem biztos, hogy laktózérzékeny lesz valaki. Tehát csak magába az oroszlánsövényt nem adtam. Így mondanám. Jó? Két gyors kérdés. Az egyik, hogy többször láttam javallatként szklerózis multiplexre az oroszlánsörényt, hogy van-e erre konkrét tapasztalat? Tehát, hogy vagy csak az elv miatt, mert hogy az oroszlánsörény hatott erre a dologra. A másik pedig, hogy egyre többször futok bele bemutatókon egy IBS nevű, ez az irritatív bélszindróma betegségbe, hogy arra mit lehet javasolni. Az első kérdésre az a válaszom, hogy hosszú távon a gyógyszereknek a dózisa csökkenthető. Körülbelül 3 hónap után nem kellett emelnie, hát most persze ez nekem most 2 vagy 3 betegen van tapasztalatom, azért ez nem olyan nagy betegszám, de nem kellett emelni tovább a gyógyszereknek a dózisát. Fél év után volt, akinél lehetett csökkenteni. Ez azért fontos, mert akkor gyakorlatilag a progressziót lehet lassítani az adott betegségnél. Volt olyan beteg, hát 3 év után, hogy 1/3 gyógyszert szed. És van olyan, aki, hát mondjuk az a legfontosabb, hogy a tünetek azok gyakorlatilag megszűnnek, a kellemetlen tünetek. Igazából, tehát én úgy gondolom, hogy az életminőségük javul, ezt mondják a betegek lényegesen, de hát a gyógyszereket is lehetett csökkenteni. És hát az orvos nagyon nagy eredményekért titulálta ezen dolgot. Az IBS az gyakorlatilag ugye egy irritábilis bélszindróma, az mindig egy pszichés állapottal is összefüggésbe hozható, ezt sohasem szabad elfelejteni. Nem pánik, mert máshogy úgy szoktam mondani, hogy az ember befelé dolgozva, belegbe dolgozza a pszichés problémáit. És ugye nagyobb stressz szituációkban a tünetek fokozódnak. Tehát mindenféleképpen stresszoldásra van szükség, tehát ezért az oroszlán sövénybomba szerintem szerencsés alkalmazni. És mivel az egésznek a kiinduló pontja emellett a bél falnak a rossz permeabilitása, talán így fogalmaznék magyarul, ezért gyakorlatilag, hogyha GL-t nagyobb dózisban adok, akkor gyakorlatilag a sejtfalat jobban fel tudom építeni. Tehát a kettőt együtt merném. Itt viszont nem mernék adni RG-t, főleg kezdeti állapotban. Akkor, hogyha a székletkürítések száma normalizálódik, akkor lehet belépni a méregtelenítéssel, véleményem szerint. És hát utolsó... a bélflóra felültés. Nem akarom a doktornőmbe folytani a szót, de az idő telte miatt az utolsó kérdésünk következik. Én azt gondolom, hogy ha nem lerohanjátok a sok tanácsot tudó adni előadónkat, akkor biztos, hogy személyesen is tudtok majd a szünetekben kérdezni tőle. Egy krombeteg kislányról van szó, 25 éves,
szteroidokkal kezelik, nagyon sokat van kórházban. Nagy a súly ingadozása, hol alacsony, hol elhízik, és ilyen fekélyesedés indult ki az arcán, tehát tiszta, hát nagyon csúnya ragyás lett, így tudom kifejezni. Mit tud ajánlani a doktornő, hogy mégis milyen kezelés, vagy mit, hogyan fogjunk hozzá ennek a kislánynak a segítségében? Hát, gyulladáscsökkentés ugye kordicepszel, és sejtfalépítés GL-lel az első. Ugye a spirulinának viszont lenne bőrvédő hatása, de én úgy gondolom, hogy először inkább a gyulladáscsökkentés lenne az első elsődleges kezelés, és a sejtfalépítés a GL-lel. Tehát ez a kettőt kellene elkezdeni, és hát fokozatosan emelni a dózist, és hát ez egy folyamat, amikor lehet a steroidokat elhagyni. Tehát ez körülbelül egy éves folyamat, amire én építem föl a gombakezelést, illetve csökkentem a gyógyszereket szerintem. Tehát ez legalább egy éves folyamat. De hát ez lenne az irányelv. Nagyon szépen köszönjük, és azt hiszem egy óriási tapsot megérdemel.